150 éves épületek kapcsolatban nincs feltétlen viszonyom, nyilván jó érzés egy ilyen patinás épületbe dolgozni. Isten, a helyszínek közül a Hökirodát tudnám kiemelni, ami a hallgatói aktivitás miatt tartom egy fontos mérföldkőnek. Méghozzá abból kifolyólag, mert a hallgatók önszerveződőleg szerezték meg ezt a teret, és alakították ki teljesen a hallgatói önkormányzat részére, illetve amikor beindult a képzőművészet elmélet tanszék, akkor ugyebár nekik nincsen saját műtermük, műhelyük, csak egy előadóterem, és hogy ezt egy adott közösségi térnek alakították ki, és ezért a hallgatók ott anyáztak. És a tér folyamatosan rendeződött, alakult, és tisztán van tartva folyamatosan. Volt már benne hökbüfé, nagyon érdekes. A grafika tanszékkel kapcsolatban olyan viszonyom van, hogy körülbelül 3 éve elkezdtünk kiépíteni a hallgatók által egy média kommunikációt a külsős emberek felé. Létrejött egy logó, egy önálló weboldal, Facebook és Instagram elérhetőség. Ide a weboldalra készülnek interjúk, illetve az idei évtől elkezdtem fotózni a hallgatóknak a munkáit, és így törekszünk a publikálásra. Ez gyakorlatilag átfolyik a tervezőgrafikába, vagy a tervezőgrafikai részbe. Kicsit átkacsint a két szakirány, ezek ilyen nagyon izgalmas felületek. És akkor a hátra mögött lévő munkapont a hallgatók és az oktatók közti kommunikációra reflektál, ami néhol nehézkes volt az elmúlt években, vagy ami a közben, míg a projekten dolgoztunk.